Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez a nevem Tamás Zsolt. Teszteltem már olcsóbb és drágább elektromos kerékpárokat is, de most már az a standard, hogy a felhasználók elvárják, hogy ha elköltenek 3-400 ezer forintot, akkor legalább nyomatékszenzoros meghajtás legyen. Hát az Engve elküldte nekem az Engine Pro 2.0 2024-es változatát, ami az elődjével ellentétben már bizony nyomatékszenzoros megoldást kapod, de hát majd 600 ezer forintba került. Egyébként ebből is le tudtok csípni valamennyit az itt látható kuponkódnak köszönhetően, hogyha megrendelitek a videó alatti leírásban található linkre kattintva. Szóval ennyiért már mindent is elvárnánk, szinte meg is kapunk. Egyrésztről könnyedén össze lehet hajtani, tehát kis helyen elfér. Nagyon robusztus terepgomikkal szerelték föl, hidraulikus fékrendszert kapott, nem utolsó sorban pedig tripla módon lengéscsillapít, van első teleszkóp és még üléscsillapítás is. Hatalmas kijelző, az elektromosan ígért hatótáv pedig akár 110-120 km-re rúghat, rásegítéssel természetesen. Az ígéretek tehát nagyok, a végösszeg nem alacsony, lássuk tehát, hogy mit kell tudni az Engve Engine Pro 2.0-ról. Nem tudom, mennyire tűnt fel a bevezetőnél, de ez egy aprónak tűnő, mégis egész robusztus kerékpár, kinyitva 167x53x118 cm-es, és 31,6 kg-ot nyom, tehát azért nem olyan egyszerű felemelni, viszont van egy kis segítségünk, itt az ülés alatt a vázon, ez a kis kapaszkodó, ahogyha le kell hozni mondjuk a lépcsőn társasházból, valóban sokat segíthet a bajban és a pakolásban. IP2 védettséget ír rá az Engve, ami valljuk be nem sokat mond, szóval, hogyha valaki esőben szeretné használni, vagy akár sáros környezetben, érdemes némi szigeteléssel ellátni, és professzionális szakemberekhez fordulni ezügyben. 165 és 200 cm közötti magassághoz ajánlja az Engve ezt a modellt, és a kormánynak a magassága 120 és 130 cm között állítható, de a nyeregnek a magassága is fölfelé és lefelé is módosítható, 86 és 102 cm között. Elő van egy lámpánk, ami elég jól világít és egy gomnyomásra bekapcsolható, plusz egy zárható első teleszkóp is, hogyha nincs szükség rá mondjuk sík aszfalton. Azért látszik, hogy a kerekek igencsak méretesek és szélesek, hát nem véletlen, mivel itt azért egy 4 col vastag kerékről van szó, Chaoyang gumikezek, viszonylag minőségiek, megszokottak ebben a kategóriában. Az összeszerelés egyébként első blikre nem könnyű, de az Engvének van egy nagyon jó összeszerelő videója, ami segít abban, hogy mit, hova pontosan, hogyan kell rakni, illeszteni, szerelni, de azért egy jó egy órába beletelik, mire mindent azért a helyére illesztünk. Látszik a vázon is, hogy ez egy igencsak jó minőségű váz, jó hegesztésekkel, és rengeteg helyen vannak ilyen kis kallantyúk, pont azért, hogy akár az ülés, akár a kormány magasságát állítsuk, vagy összecsukjuk magát a kerékpárt, hiszen itt a kormány is lehajtható, a kerékpár pedig összecsukható, ahogy a vágóképeken is látszik, egy olyan körülbelül félperces folyamat, 10 másodpercet ír az Engve, de hát na, maradjunk annyiban, hogy ennél egy picit több időre van szükség. A terhelhetősége 150 kg, szóval ezt azért nyugodtan lehet használni, akár kicsit nagyobb testalkattal is, és ez a hátsó kis tartó, ez 25 kg-ot bír el. Ne felejtsük el felfújni a kerekeket az első indulás előtt, 1,4 bárt ír egyébként a gumi, maximális nyomásban én ennyire is fújtam föl, ez így nekem kényelmes volt, hiszen a három, vagy mondhatni kettő lengés csillapít azért sokat segít a különböző úthibáknak a kiegyenlítésében. De nézzük meg itt a kormányt, hogy hogy is működik pontosan. A tenyerünket megtámasztja a gumírozott markolat, van egy kis gázkar, ahhoz viszont, hogy ezt működésre bírjuk, egy kombinációt kell végrehajtanunk, méghozzá behúzzuk a féket, lenyomjuk a gázkart, és így kapcsoljuk be, majd 10 másodpercig tartjuk, és onnantól hiába írja ki, hogy error, működni fog a dolog, és már sima gázadásra is azonnal indulhatunk, egyéb esetben ez deaktiválva van.
Van itt egy kis kezelőszerv, plusz-minusz gombbal, oldalt lehet a lámpát bekapcsolni, és ezzel pedig életre lehet kelteni az igencsak nagy kijelzőt. Ahogy látjátok, nagyon sok minden látható rajta, akár a töltöttségi szint, a sebesség, a rásegítés mértéke, vagy más adatokat is megfigyelhetünk még itt. Ezen felül pedig azért nyilván lehet a rásegítés mértékét is változtatni a plusz-minusz gomboknak köszönhetően. Alapvetően azért itt van a 8 fokozatú váltóhoz a visszajelzés, hogy hányadik fokozatban vagyunk, kényelmes helyen van, majd ezt meg is fogom mutatni. A kormánynak a magasságát pedig itt is láthatjuk, hogy milyen szintre állítottuk, de valójában ez egy kiváló összeszerelési minőséggel és jó anyaghasználattal rendelkező elektromos kerékpár, nyilván ennyi pénzért már ez el is várható, de hát körülbelül ezt kell tudni így külsőleg róla, így néz ki. Elég közelről meg tudok mutatni sok mindent, többek között a hidraulikus fékeket is, de lássuk tényleg, hogy milyen a lengéscsillapítás, milyen a motornak a teljesítménye, illetve milyen fékrendszerrel szerelték fel. Egy motoros elektromos kerékpárról van szó, ami 750 wattos teljesítménnyel bír, de a maximális teljesítménye pillanatnyi teljesítményről beszélünk, 1200 watt is lehet. Akár 45 km/h-ig is képes rásegíteni, akkor, hogyha a lényegében elbújtatott menüpontot kiválasztjuk, és ott megadjuk a maximális sebességnek ezt a 45-öt. Viszont nekem valamiért ez nem sikerült, szóval nekem 25-re lett beállítva, ami az Európai Unióban is a jogszabályok által engedélyezett maximális sebesség. Majd el is mondom, hogy ezzel mi volt egyébként menet közben a probléma. Egyébként az eddigi 50-et 75 Nm-re emelték nyomaték szempontjából, tehát van ereje ennek a gépnek, érezhetően jóval többre is képes lenne, mint a 25, és ez tényleg menet közben fogja éreztetni a nem éppen pozitív hatását. 8 fokozatú váltóval szerelték föl, tehát ez nem az a klasszikus 7 fokozatú Tornay Tézi a Shimano-tól, hanem ez már egy 8-as, és ez már egyébként Altus, tehát ez egy magasabb szintű váltó, ami ügyesen dolgozik, és villámgyorsan váltja a fokozatokat. A 8. áttétel, a 8. sebesség már ide is viszont egy picit kevés, azért a 21 fokozatú régi mountain bike-ok nem véletlen rendelkeznek 3 fogaskerékkel elől, és mondjuk 7-tel, vagy akár 8-al a 24 fokozathoz hátul, mert kell ennyi áttételezés a nagyobb sebességhez. Szóval itt 8 fokozat van, 8 fokozatú a váltó, és egy 750 wattos motorra számíthatunk a közlekedés közben. Megfordítottam a kerékpárt, egyrészt, hogy lássátok erről is, hogy milyen, másrésztről, hogy szemügyre vehessétek a hidraulikus fékrendszert, amik 160 mm-es tárcsafékekkel bírnak. A hidraulikus fékrendszernek több előnye is van. Egyrészt gyorsabb a reakcióidő, másrészt jobb az adagolhatóság, harmadrésztről pedig nyilván fejlettebb megoldásokról van szó, és erősebb is lehet bizonyos esetekben, mert a dobfék sem rossz megoldás, csak azért nem ebben az árkategóriában. És tripla lengéscsillapítással rendelkezik ez a kerékpár. Az első teleszkóp az zárható, hogyha nincs rá szükség. Ez egy klasszikus teleszkóp, ami egyébként ügyesen tudja semlegesíteni a különböző úthibákat. Ennél viszont egyébként sokkal jobb érzés menet közben az, hogy középmechanikus légrugózással is bír ez a kerékpár, nem utolsó sorban pedig ülés felfüggesztése is van, ezért is írja a gyártó, hogy háromféle lengéscsillapítóval bír. Tényleg kényelmes az utazás menet közben, főleg itt a budapesti utakon, terepen pedig pláne. Annyira jó érzés, hogy így rugózik az egész kerékpár, hogy elsőre még furcsa is volt a korábbi általam tesztelt modellekhez képest, és akkor még hozzájön ehhez, hogy 26-szolosak ezek a kerekek, 4-szol szélességgel, valóságos terepgumi, szóval ez a kerékpár minden környezetben abszolút jól használható, és azért amennyibe kerül, annyiért nyújtja is, amire szükségünk lehet, vagy amit elvárnánk tőle. 832 wattórás, 52 voltos és 16 amperórás akkumulátor az, ami itt a vázba építve található, de amikor összehajtjuk a kerékpárt, akkor ez ki is vehető. Fontos azonban, hogy egy kulcs által levéthetjük, lezárhatjuk, hogy ne lehessen innen kivenni, illetve áram alá helyezzük a kerékpárt, és el tudjunk indulni vele. Amúgy a gyártó ígérete szerint akár 110-120 km-t is meg lehetne tenni vele,
rásegítéses módban, de nyilván ez függ magának a rásegítésnek a szintjétől, mértékétől, mert hogyha a maximális 5-ös fokozatot használjuk és állandóan tekerünk, akkor nyilván nem fog ennyi kijönni. A realitás inkább ez a 40 és 60 km közötti hatótáv, de ez is lehet egy minimálisan kevesebb, vagy jóval több is, hogyha a saját izomzatunkban jobban bízunk, alacsonyabb fokozatra váltunk, és inkább mi hajtjuk a kerékpárt, és nem bízunk mindent a nyomatékszenzorra, illetve az akkumulátorra, valamint a motorra. De hát ez tényleg környezettől, időjárástól és tereptől is függ, szóval azért elég nagy a szórás, az viszont biztos, hogy azért egy Balatonkört nem lehet egy feltöltéssel megtenni, hát 2-3-mal már talán-talán, függ attól, hogy mennyi erőt teszünk mi ebbe bele. A szokásos módon nézzük meg először a kormánynak a kialakítását, illetve hogy hol helyezkednek el a különböző kezelőszervek. Ahogy már említettem, a tenyerünket is megtámasztó markolat textúrázott, vagyis barázdázott, és a gumis kialakításnak köszönhetően nem is csúszkál rajta a tenyerünk egyáltalán, jó fogást biztosít. Megfelelő távolságban vannak a fékkarok, tehát ahogy behúzzuk, nem csípi oda az ujjainkat, ez nagyon fontos a beállítás szempontjából. A bal oldalon pedig ott van a gázkar, ami alapesetben ki van kapcsolva, ám hogyha behúzzuk a fékkart, és lenyomjuk a gázkart, és bekapcsoljuk a kijelzőt, vagyis áram alá helyezzük a kerékpárt, így kell tartani még 10 másodpercig, és akkor aktiválja ezt a funkciót a rendszer. Plusz-minusz gombok, és a jobb kezünknél van a váltókar, tehát fölfele és lefele is innen tudunk váltani. Egyébként jó fogása van ennek az egész markolatnak, hiszen könnyen el tudjuk érni hüvelykújjal, mutató ujjal a különböző váltásokat, és középső ujjal plusz a többivel a fékkart. Bekapcsolni pedig ezzel a gombbal lehet, föl is villan a kijelző, ami először egy ilyen kis bemutatót tart nekünk, már is látható rajta a sebesség, a töltöttségi szint, a rásegítés mértéke, illetve hogy mennyit tettünk meg kilométerre vetítve az adott útszakaszon, plusz lehet állítani a kormánynak a magasságát, össze lehet csukni a kerékpárt itt, le lehet billenteni a kormányt ott, ott pedig zárható az első teleszkóp. Szóval így összességében ezt lehet tudni elindulás előtt, és hát nyilván a rásegítés mértékét följebb tolva a megadott sebességig segít minket a rendszer, de akár így gázkarral is el tudunk indulni, így füves talajról teszem mindezt meg, körülbelül ilyen 5.-6. fokozatban. Már itt érződik, hogy a lengéscsillapítók jól dolgoznak. Ez egy abszolút pozitívuma ennek a kerékpárnak, hiszen bármilyen környezetben is használjuk, csak leugratunk, jövünk, szinte meg sem fogjuk érezni ezeket a göröngyöket, ezeket az úthibákat. Terepen ez nagyon jól dolgozik, és tök ügyesen lehet vele közlekedni. Nyilván sík aszfalton pedig aztán még egyszerűbb a közlekedés, tehát még kevésbé fogjuk azt érezni, hogy minket zavarna esetleg bármilyen úthiba, de visszamegyek egy kicsit a terepre, mert valóban ezzel a kerékpárral akár ilyen útviszonyok között is lehet nyugodtan közlekedni, és annyira nem is remeg bele a hangom, szóval érezhetően tényleg ez a tripla lengéscsillapítás, ez azért segít a kényelmesebb közlekedésben. Ami viszont problémám ezzel a kerékpárral, hogy bár nyomatékszenzoros megoldása van, mégis az a helyzet, hogy tekerni kell egy felet egészet, mire megjön a nyomaték, nyomjuk, és ilyen 25-27-nél azonnal megáll, és mi egy kicsit így előre dőlünk, mert nem számítunk erre a hirtelen nyomaték elvételre, ugyanis 25-re van állítva, és nekem sehogy sem sikerült ez unlockolni, pedig elvileg lehet, holott úgy lenne az igazi, mert érezhetően ez a 750 watt, vagy akár pillanatnyi 1200 watt, ez több, mint amennyi 25-höz szükséges lenne, és így tekerünk, tökre segít, majd hirtelen itt megáll, és nincs több, nincs tovább, egyszerűen nincs tovább segítségünk, ami azért kellemetlen pillanatokat tud okozni, bár nyomaték szenzoros, egyszerűen az az érzésem néha, hogy pedál szenzoros ez a kivitel, pedig nyilván nem az, mert vannak finom megoldásai, vannak erre utaló jelek, csak nem mindig úgy működik, ahogy én azt mondjuk elvárnám, ha már nyomaték szenzorosnak van hirdetve. Tehát itt is 5-ös fokozatban, puk, megyünk mint a golyó, tök jól segít, akár terepen, akár bárhol, és így hirtelen megállunk, és egy pillanat alatt akkor erőt kell beleraknunk a hajtásba, amit előtte nem kellett, és ez az a pillanat, ami nekem nem tetszik, és nem annyira jön be. Nyilván egyébként minél alacsonyabb fokozatra váltunk, annál könnyebb tekerni, főleg nagyobb rásegítéssel, meg amúgy nagyon jó manőverezhető is, tehát tök jó kanyaroghatunk. Vele persze kiskerékkel vigyázzunk, mert nehogy alánk forduljon, hiszen ugye az összehatóság miatt azért elég jól
jobbra-balra billenthető a kormány, de igen, szóval erre azért ügyelni kell, a teljesítmény az több, mint ehhez a sebességhez, ami kellene, nyilván emelkedőn is tud segíteni, meg hát menni mindenki tud, megállni már kevesebben, de hát azonnal befékez a hátsó, és még nem is húztam meg teljesen, de látszik, hogy azért ez a hidraulikus fékrendszer viszont minden helyzetben megállja a helyét, és ha most nem megyek, megyek egy kis emelkedőn, itt is nyomom neki, és már 20-szor is megyek, plusz ugye itt van ez a nagyon durván jó lengéscsillapítás, tehát nem azt mondom, felemás érzésekkel élem meg ezt a vezetést ezzel a kerékpárral, de azért ennél finomabban is működhetne ez a nyomaték szenzor, már amennyiben tényleg az. De egyébként egy nagyon erős, jól fékezhető és jól kormányozható kerékpár ez. Már a bevezetőben is lelőttem a point, hogy nem egy olcsó elektromos kerékpár az Engve Engine Pro 2.0, 1449 euróba kerül. A jelenlegi árfolyamon, így november legelején, ez olyan szűk 600 ezer forintot jelent. Ez rengeteg pénz, cserébe kapunk nyomatékszenzort, ezen kívül tripla lengéscsillapítást, hidraulikus fékrendszert és korrekt elektromos rásegítéses hatótávot, plusz könnyű összecsukhatóságot és robusztus kivitelt kerekeket. Szóval, hogy összeállt a történet összességében, tehát nyilván vannak hibái, de az ilyen teljesítményű elektromos kerékpárok ennyibe kerülnek, ha pedig valaki még komolyabbat szeretne, akkor 7 számjegyű összeget kell elköltenie. Persze vannak olcsóban hasonló kialakítású kerékpárok, akár a Tourol S1-et is ide említhetném, de az Engvének is az LP2 Pro egy jó modellje, azért 100 eurókkal kedvezőbb áron. Egyébként ebből is le tudtok csípni valamennyit az itt látható kuponkódnak köszönhetően, hogyha megrendelitek a videó alatti leírásban található linkre kattintva, de még mindig nem kicsi az összeg, szóval azért ez egy réteg kerékpár lesz, pláne Magyarországon, mert azért ez már tereptől kezdve normál aszfaltra is egyaránt javasolt és alkalmas, csak valóban vannak azért olcsóbb megoldások, a Dualt-tól egészen a Tourolig, vagy többek között a Vansportig, függően attól, hogy hol szeretnénk használni egy adott kerékpárt. Hát mi a véleményetek az Engve Engine Pro 2.0 2024-ről? Írjátok meg kommentben, én pedig köszönöm szépen a figyelmet, és köszönöm az Engvének, hogy elküldték tesztelésre ezt a modelljüket. Szép napot kívánok mindenkinek, kövessetek a különböző közösségi oldalakon is. Sziasztok!